Iszka-Szentgyörgy és Székesfehérvár között már 3 éve elkészült a kerékpárút első szakasza, és még ugyanebben az évben közösen nyújtott be pályázatot a két település a befejezéshez szükséges pénz előteremtésére. A hiányzó szakasz a Palotai út mellett önálló nyomvonalon halad a Galya hídig, és az Iszkai út mellett is biztonságos önálló nyomsávon építik a kerékpárutat. A forgalmas Palotai úton és Újcsóri úton gyermekekkel nem volt biztonságos biciklivel haladni, ez most megváltozik, hiszen itt is a Palotai út mellett is épül egy biztonságos kerékpárút, és Iszka-Szentgyörgyig kényelmesen juthatunk el kerékpárral. A fejlesztés azért is nagyon fontos, mert a város déli részén található ipari park így biztonságosan megközelíthető biciklivel. Ezzel a 3-4 kilométerrel újra nőtt az a hálózat, ami a város és a város környékét köszi össze kerékpárúttal. Nek van turisztikai jelentősége, van hivatásforgalmi lehetősége, hogy az ipari parkokat egyre többen szeretnék kerékpárral megközelíteni, azaz a munkahelyükre kerékpárral eljutni. Így most lehetőség nyílik Iszka-Szentgyörgy irányából erre a beruházásra. Nagy öröm, hogy ez megvalósul, hiszen ezzel több mint 37 kilométer lesz már ezeknek a kerékpárút hálózatnak a teljes hossza. A kerékpárút hivatásforgalmi céllal épül, de várhatóan a turisztikai használat is megjelenik rajta. Ehhez nagy reményeket fűznek Iszka-Szentgyörgyön. Az Iszka-Szentgyörgyi Amadé Bajzát Pappenheim kastélynak ez lehet úgymond a nulladik üteme a felújításban, a rehabilitációban, hiszen ez az értékes kastély ez nem kellőképpen ismert sem a székesfehérvárják, sem az ország előtt, és mi mindenképpen arra törekszünk, hogy ez a kastély méltó helyét elfoglalhassa a magyarországi műemlékek között. A sajtótájékoztatón részt vett Törő Gábor országgyűlési és Szigli István önkormányzati képviselő is. A fejlesztés eredményeként egyébként mintegy 3,5 kilométernyi új kerékpárút épül, amivel az egybefüggő biciklis utak hossza 37 kilométernyi lesz. Az építkezés mintegy 170 millió forintba kerül, melyhez 143 millió forintos pályázati támogatást nyert a két település.